most 10 filmet hoztam el, ami én nekem tetszett, és ami így eszembe jutott, és leírtam egy füzetbe, és úgy szeretnék egy ilyen videósorozatot elindítani, hogyha esetleg megnézem a filmeket, ugyanígy leírom a címét, és hát, hogyha esetleg jó tippet adok neked, ha szeretsz filmezni, és te is kikeresed, és megnézed esetleg. Úgyhogy én el is kezdem. Az első film, amit nem régen láttam, ez a Félelem című film, ez egy thriller, és a Mark Wahlberg a főszereplő, ugye, ő a New Kids on the Block-nak egy tagja volt, és színész lett belőle, nagyon szerettem ezt a színészt, és majdnem minden filmért így, amit látok, azokat meg szoktam nézni. Ugye ez arról szól, hogy ő megismer egy lányt, és nagyon tetszik neki, aztán ez egy rosszabb embert játszik ugye a filmben, és a lány nem, egy idő után rosszakat csinál, féltékenykedik, megveri a haverját, és akkor a lány ugye már nem akar vele kapcsolatot, és ez egy eldurvul ez az ember, és akkor rátámad a családra, megy a gyilok a végén. Én szerintem nagyon jó film, úgyhogy érdemes megnézni. A második film az a Szlogengyáros anya, azt a Film 4-en néztem meg, azt hiszem, és arról szól a film, hogy ugye van egy család, sok gyerekkel, és az anyuka ilyen szlogeneket gyárt. És akkor ezt be lehet küldeni, ugye. És akkor lehet vele nyereményeket szerezni, mindig valami kaját, vagy bevásárlást, vagy valamit nyer. És a férje elég ideges ezért, hogy ő mindenbe jó, meg minden. És akkor mindig, ez egy szegény család, és akkor ugye a férfi az fölvesz hitelt. A nő tud, az anyuka tudta nélkül, és akkor nem tudják fizetni. És az a vége, hogy ugye el kell álverezni a házat, de viszont van egy országos nagy verseny, és akinek a legjobb a szlogenje, az fogja megnyerni. És ugye addigra már ki kell költözni a házból, mert el kell álverezni, és ő megnyeri ezt a versenyt, és akkor a végén maradhatnak a házba. De ez is egy nagyon aranyos film, nem egy új film, de én így a tévében láttam meg itt takarítás közben, és leültem, mert kíváncsi voltam, ugye így már nem az elejétől, hanem egy picit már ment a film, és úgy néztem meg, és nagyon tetszett, szerintem érdemes megnézni. Akkor a drámákat is szeretem, ugye, és a harmadik film az a Requiem egy életért. Ez ugye egy fiúról meg egy lányról szól, hogy drogfelhasználók is, meg elkezdenek terjeszteni drogot. Meg egy barátjukkal, ugye, és arról szól, hogy elkezdenek ők is drogozni, meg minden, és a gyűjtött pénzhez hozzányúlnak, mert a lány valamit szeretne csinálni, valami céget szeretne alapítani, vagy valami divattal foglalkozik, én erre emlékszek, és erre akarnak gyűjteni pénzt, de aztán felhasználók is lesznek. És arról szól még, hogy a fiúnak az édesanyja, az néz mindig egy műsort, de ő mindig eladja a tévét. És ebbe a műsorba, ebbe random behívnak embereket, és akkor lehet beszélgetni, és az anyukának nagy álma, hogy bekerüljön egy ilyen műsorba, és fölhívják, hogy menjen el egy műsorba, és talál otthon egy ruhát, ugye, ami elég régi, de viszont a fia érettségén volt rajta, és ő azóta meghízott, mert ugye elég rég volt, és szeretne ebbe a ruhába belefogyni. És nehezen megy neki a fogyókúra, így a barátnőkkel írnak neki fogyókúrát, mert minden is ő nem bírja. És az egyik barátnő ad neki egy címet, egy orvosnak a címét, aki tablettákat tud felírni. És fölírják neki a tablettákat, minden is elkezdi ugye szedni. De viszont furcsa dolgok átlát tőle, hozzászokik, jön a Niki. Menjél be egy picit, drága virágszál. Jó, vagy csukd be az ajtót! Ajtó, gyere! Jól van, sikerült becsukni, na ott tartottam, ugye, hogy furcsa dolgokat kezd látni ezektől a tablettáktól, ugye ezek ilyen droghatású tabletták, nagyon tökre megy a néni, és akkor a fiú is,
lesznek ugye történések közben, de nem mondok el mindent, mert akkor nem lesz érdekes. Hogyha esetleg akarod, nézd meg ezt, ez egy dráma, tanulságos film, de viszont szomorú is. Úgyhogy ez is egy nagyon jó film. A negyedik film az a Juárez-i vagy átjáró, vagy átkelő, hogyha esetleg meg akarod keresni, ez a Jennifer Lopeznek a filmje, és arról szól, hogy ugye Mexikóban van Juárez, ha jól tudom, és ott van egy gyár, ahol ilyen monitorokkal foglalkoznak, ilyen számítógépes dolgokat raknak össze, én erre emlékszek. Lehet, hogy nem minden történet stimmel úgy, ahogy elmondom, mert azért csak nem tudok ennyi filmet észbe tartani, ezt már régebben láttam, de amúgy ezt kétszer néztem meg, és arról szól ugye, hogy a Jennifer Lopez a főszereplő, és ugye ebbe a gyárba nagyon későn ér véget a munkaidő, és tűnnek el a nők, megerőszakolják őket, megölik őket. Ugye van egy ilyen buszjárat, arra tudnak csak felszállni, nagyon kint van, nagyon sötét van már, ugye, mert késő éjszaka végeznek, és tűnnek el a nők, és az a Jennifer Lopez, ez elmegy megnézni, hogy mi történik itt. És őt is megtámadják a végén, de ő túléli. Úgyhogy ennyit mondok el erről a filmről, nézd meg, ha szeretnéd, nagyon jó film. Ez egy igaz történet alapján alapuló film. Akkor az ötödik film, az Ártatlanságára, ez ugyanúgy Mexikóban játszódik ez a film. Egy fiú valamelyik mafiának rosszat tesz, vagy valamit csinál, és akkor elmegy a húga biciklizni, és bosszúból ugye elviszik. Hát arról szól a film, hogy szexrabszolgának, hogy adják el a nőket, a gyerekeket, meg ilyenek. Elég durva a film. Érdemes ezt is megnézni, ez nagyon jó film. Nekem nagyon tetszett, hogyha úgy gyenge idegzetű vagy, akkor ne nagyon nézd meg. Akkor a hatodik film, amit én nagyon utáltam, és az egy horror, és nem tudtam, hogy miről szól, csak így hallottam ezt a címet, na, mondom, én megnézem. Ugye, mivel én szerettem ezeket a thriller filmeket, gondoltam, megnézem. Ez a Köpök a sírodra volt, ez a film. Ez teli van erőszakkal, ugye miről szól, megerőszakolnak egy nőt. Azt hiszem, öten, vagy akár többen, és utána már, hát ugye addig erőszakolják, amíg már rosszul lesz, és beugrik a vízbe. Én erre emlékszek, ugye ott van egy ilyen nagy, nem tudom mi, öböl, vagy nem tudom, beugrik. És azt hiszik, hogy na jó, van ez meghalt, mert annyira bántották, hogy meghalt, és utána végén jön a csaj, és ezt a pár hapsit megkeresi, és nagyon erőszakolja őket, úgyhogy nem a legjobb film. Én nekem ez nem tetszett, de ide vettem, mert eszembe jutott. Ugye ez egy horrorfilm, úgyhogy nem gyerekeknek való. A hetedik, az az Édellék volt, ami után azt mondtam, hogy én többet horrorfilmet vagy thrillerfilmet nem nézek, mert ez tényleg végig nagyon durva, amire én emlékszek, egy pár így piknikezni megy, kutya, nem kutyával, hanem így ketten, ugye, és kifekszenek egy ilyen partra, egy ilyen tópartra, és egy kutya oda szalad hozzájuk, nem messze egy társaság. Beszélget, röhögnek ilyen fiatalok, 5-6 fiatalra emlékszek, és kutyájuk oda szalad a párhoz, ugye, akik napoznak. És akkor szól a hapsi nekik, hogy legyetek szívesek a kutyának, szóljatok. És akkor ebből lesz egy ilyen vita, és elindul egy ilyen, ugye rossz néven veszik a fiatalok, és akkor elindul egy ilyen, hogy megkergetik őket, akkor ahogy menekülnek. Az egész film arról szól, hogy menekül ez a fiatal pár ettől a négy fiataltól. Nagyon durva volt számomra, nagyon megmaradt bennem ez a film, úgyhogy én azt mondtam, hogy én többet nem nézek ilyesmit. Aztán egy idő után megint kezdtem ezeket a thrillereket nézni, ugye, mikor pici volt a Dodó, akkor ugye este kikísért, ugye lábműtétje volt, gondolom az annyira benne volt, és akkor kikeltem az ágyból, akkor mindig jött, kikísért, így hát volt díszkíséret ugye a fürdőbe, így este, mikor már sötét van, én ilyen félős vagyok, tehát azért nem is szoktam már este ilyen filmeket megnézni, de szerettem a télereket.
meg hát ugye a kisfiától elmondtam. Akkor a 8. film, a Most már elég, ez megint egy Jennifer Lopez film, nagyon szeretem a Jennifer Lopeznek a filmjeit, és ez egy ilyen thrillerezés. Hát ez arról szól ugye, hogy férhez megy, gyereke lesz, és a férje minden este megveri, mikor hazamegy a munkából, mert azt hiszem kapcsolata is van, úgy ennyi maradt meg. Lehet, hogy ugye nem mindegyik filmnek stimmel a története, vagyis amit elmondok, de kb. Erről szól, mert ugye nem biztos, hogy úgy emlékszek vissza rá, nem mindegyiket most láttam. Tehát ugye megveri mindig, és akkor elmegy, megtanul verekedni, mert megelégeli ezt az egészet, és azt hiszem, hogy az a vége, hogy várja a rendőrséget, ő kín a ház előtt, és várja a rendőrséget. És azt hiszem, arra fogja, hogy betörés történt, és úgy találta meg a férjét. Nagyon jó film. Ez egy thriller film, és ez nagyon tetszett. Meg amúgy is szeretem így a Jennifer Lopez filmeket. A másik, az egy ilyen Siket és Vak kislányról szól. Ez egy ilyen régebbi film, ugye a régebbi időkben játszódik, és arról szól, hogy ugye, mivel ez a kislány nagyon viselkedési zavaros is, és étkezésnél ledobál mindent, nem akar szót fogadni. Tehát ez egy olyan film, ugye, ami egy sérült gyerekről szól, aki szerintem ilyen autisztikus is, tehát autizmusra is vannak ilyen utaló jelei, autizmusra való utalónak jelei vannak, és felvesznek hozzá egy dadát, és akkor mindig szólnak neki, hogy hát jó van, ennyi volt, ön se tud vele mit csinálni, minden, és mindig mondja, adjanak még egy kis időt nekem, adjanak egy kis időt nekem, és akkor megtanítja a gyereket ugye kézbe beszélni, hogy érintéssel betüket kimondani, hogy érintéssel hogy beszéljen a kislány, és nagyon jó, aranyos film. A 10. utolsó film, amire azt mondták, mindig lefikázták, én mindig csak rosszat hallottam róla, ez az 50, ez a szürke 50 árnyalata, ugye, azt mondták, hogy nem jó, meg nem izgalmas. Én szerintem nagyon jó film, igaz, 18 éven felüli, nem gyerekeknek való, ilyen romantikus a film, nekem nagyon tetszett mind a három része. És ugye, hol szoktam megnézni a videókat, ezeket a filmeket, ezeket én a videán szoktam megnézni, ugye tévén, vagy a YouTube-on fönt van pár film. Nem tudom, hogy melyiket hol néztem, de úgy emlékezetből ezeket inkább én a videán szoktam kikeresni. Van pár belőle, amit én tévén láttam, de szerintem interneten megtalálod, és hogyha esetleg tudok neked segíteni a keresésben, nyugodtan írd le kommentbe, megpróbálok neked segíteni. Hogyha nem találod esetleg, van egy filmes csoport a Facebookon, az online filmek, azt hiszem, hogy online filmeket hív, azt hiszem, hogy így hívják, hogy online filmek, és ott tudsz találni magadnak, vagy keresni magadnak esetleg filmeket. Én úgy szoktam, hogyha meglátok egyet, ugye leírják a történetet, hogy miről szól úgy, és akkor kifotózom képernyő fotóval, és akkor rákeresek a tévét. Közben nekik bum, bocsi, úgyhogy rákeresek ugye a tévén, ugye a szürke 50 árnyalatát nem találtam mind a hármat a videám meg, nem akarta betölteni, úgyhogy azt hiszem az utolsó részét, az pedig telefonról néztem meg, mert annyira kíváncsi voltam, és sajnos nem találtam meg. A YouTube-on is rengeteg jó film van, majd megpróbálok még 10 filmet felidézni mindig, és akkor mindig csinálok belőle egy videót, hát ha esetleg téged érdekel, ha szeretsz filmezni. Még mit akartam úgy elmondani? Az utolsó film, amit most mondtak nekem, az a Pokolba taszítva. Hogyha így kíváncsi vagyok arra, ugye, hogy láttam én, akkor esetleg a YouTube-on rákeresek, mert ugye filmelőzetesek is szoktak lenni. Niki, menjél be! Filmelőzetesek is szoktak lenni, és akkor bele tudsz nézni. Szerintem ez a Pokolba taszítva nagyon durva, úgyhogy én azt nem néztem meg. Nagyon sok film van, amire emlékszek, hogy miről szól, de sajnos a címét nem tudom, mert arra már nem emlékszek.
Úgyhogy próbálok mindig összeszedni 10 filmet, ha esetleg érdekel titeket, és akkor elmondom, hogy amelyikre emlékszek, hogy miről szólt, vagy esetleg a címét. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, dobj egy lájkot, és iratkozzál fel. Szerdán 5 órakor megint lesz live, ugye ma a hétfő van, azt hiszem, sose tudom milyen nap van, nem kedd van, úgyhogy holnap 5-kor találkozunk egy live-ba. Köszönöm, hogy velem tartottál, szia, szép napot, vagy szép estét!